Kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket az STL Szabad Egyetem előadás sorozat 26. szemeszterének soron következő előadásán. Az STL Szabad Egyetem 26. szemeszterében összesen 12 előadást tekinthetnek meg. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában nézhetik meg. Mai előadónk dr. Boros Mihály 1959-ben született Szegeden. Általános orvosi diplomáját 1983-ban szerezte meg a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. 1987-ben sebészeti szakvizsgát tett, majd 1988-tól a Szegedi Tudományegyetem alkalmazottja. 1995-től napjainkig több hosszabb és rövidebb tanulmányúton is részt vett, többek között Japánban és Németországban. Jelenleg egyetemi tanár, az STE Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Műtéttani Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára. 2003-tól az MTA doktora. Felkérem előadónkat, tartsa meg előadását! Jó estét kívánok! Köszöntöm a hallgatóságot itt a teremben és a monitorokon is túl. És köszönöm a meghívást, köszönöm a felkérést ennek az előadásnak a megtartására. A címe a sokk és a mikrokeringés, és rögtön szeretnék is néhány keretfeltételt tisztázni, ugyanis annyira nagy anyagrészekről van szó, annyira széles a terület és annyira mély, és ráadásul az időrend is, amit itt lehet látni, annyira hosszú, hogy szükséges volt bizonyos határokat felállítani a témakörök megbeszélése kapcsán. Tehát miről is lesz szó? Elsőként a sokkot szeretném történeti keretek közé behelyezni, 280 év távlatában, áttekinten azokat a nagyobb mérföldköveket, amelyek elvezettek a mai napig, a hagyományos fogalmakat tisztázni, majd ezt követően hasonlóképpen eljárni a mikrokeringéssel. Tulajdonképpen itt is van egy jubileum, majdnem egész pontosan 100 évvel ezelőtt kapta meg az orvosi és élettani Nobel-díjat a Crow professzor, a mikrokeringési rendszerek területén elért új eredményeinek elismeréseképpen. És hát a végén pedig a kapcsolatot szeretném egy új megközelítésben tisztázni, a sokk és a mikrokeringés közötti összefüggést, mégpedig egy új fogalmat, ezt a hemodinamikai inkoherenciának nevezett, tulajdonképpen régi, de mégis egy új típusú összefüggést megbeszélni. Nem fog szó esni részletekről tehát. És hogy el tudjuk kezdeni ennek a 280 éves történetnek az elejét, én azt gondoltam, hogy egy olyan mottóval fogunk indítani, amit ha valaki megáll a Tiszaparton és a belgyógyászati klinika főbejárata előtt megáll, akkor elolvashat a következőképpen, hát az én hevenyészet fordításomban valahogy így fog szólni, halandóként egy módon születünk, ezerféleképpen vagy ezerképpen halunk, ezernyi az emberi betegség és csak egy az egészség. Ez John Owen Epigrammata című kötetében olvasható, és hát ez valóban így van. Az emberiséget ez az élethez hasonlóan nagyon-nagyon foglalkoztatja. A halál, a haldoklás, ez nem csak az emberiséget, hanem minden egyes embernek a gondolati központját jelenti. Valóban ezerféleképpen lehet meghalni, és hogyha példákat hoznánk, akkor azt gondolom, hogy a leghelyesebb, hogyha a filmművészethez fordulunk ebben a kérdéskörben. Itt van például halhatatlan regényhősünk, Nemecsek Ernő, aki az első képen tüdőgyulladásban, vagy ahogy a mai divatos kifejezéssel élnénk, citokin viharban fog hamarosan eltávozni közülünk. A következő, a fekete lovag, itt még egy keze hiányzik csak, de nem olyan sokára, mind a három végtagját el fogja veszteni, el fog vérezni a gyalog-galop, mindenki számára azt gondolom ismerős jelenete. A következő kép, Robert Altman filmje, a MESH, a koreai háborút mutatja be a maga nyers valóságában, egy kis humorral fűszerezve. A képen éppen operálnak, frontsebészek látnak el sérült katonákat, illetve olyan betegeket, akiknek a tüdeje, elzáródások, egyebek következtében éppen nem működik. Következő James Bond,
a Casino Royale című filmben valamilyen kémiai trükk következtében éppen szívrohamot kap. Daniel Craig látszik a képen, amint éppen életét fogja elveszteni. És végül az utolsó, szintén egy ismert kép, a jó, a rossz és a csúfból, Clint Eastwood a kiszáradás határán egy újabb halál. Tehát mi a közös nevező? És hogyha ezeket a képeket összekötjük, a színeket összeállítjuk, akkor kijön egy rendkívül színes összkép. Ez a sok. A sok, ami a szeptikus állapotot, a hemorrágiákat, vérzéseket, az obstrukciókat, elzáródásokat, a centrális, az a keringési zavarok központját, a szív zavarait, vagy a hipovolémiát, a kiszáradást összeköti. Egy régi 19. századi definícióval élve, ami sokkal plauzibilisabb, sokkal szebb, sokkal jobban leírja ezt az állapotot, mint a mai száraz tankönyvi definíciók. A következőképpen lehet meghatározni a sok leglényegét, az életműködés durva megszakítása, vagy egy pillanatnyi szüdet a halálhoz vezető úton. Mind a kettő idézet olyan tankönyvekből származik, egyébként ilyen tankönyvekre még majd sokat fogok utalni a következőkben, ahol a kor kiemelkedő kutatói próbálták megfogalmazni ennek az állapotnak a lényegét, azaz a sok definícióját megadni. A mai definíció a következőképpen olvasható. Ezt az egyensúlyi állapotot, amit itt lehet látni, néhány nagyon szürke betűszóval leírva fogja megbontani valami. Ez az egyensúlyi állapot nem más, mint az oxigén kínálat és a felhasználás közötti élettani egyensúly. A szöveg a következőképpen hangozhat, a szöveti keringés, tehát a perifériás keringés heveny elégtelenségéről van szó. Az oxigén felhasználása, erről a VO2-nek nevezett képlet elemről majd a továbbiakban is még szó fog esni, és a szállítás, a DO2, azaz a kereslet és a kínálat közötti egyensúly felbomlik. Ez a felbomlott egyensúly végül is az anyagcsere egyre terjedő, egyre kiterjedő zavarához fog vezetni, és ez az akadály meg fogja zavarni az oxigén felvételét a sejtek szintjén. Az ERO, vagy extrakciós hányad, extrakciós arány, az nem más, mint a beáramló és a kiáramló oxigén molekulák számában levő különbség, tehát hogy hány oxigén molekulát vesz föl egy adott sejt, vagy a szövet, vagy a szervezet. Leegyszerűsítve tehát a képlet egyik oldalán az oxigén felhasználása, az a VO2, másik oldalán pedig a kínálat szerepel, a DO2 és az RO2. Nagyon egyszerűen fel lehet mérni az egyensúly megbomlásának az egyes összetevőit és ezek következményét. A DO2, a szállítás le fog zuhanni akkor, hogyha vérzik a beteg, vagy a szívelégtelenség állapotában van, és a szervkárosodáshoz vezető sejt működési zavar mögött pedig például a citokinek a szeptikus gyulladásos válasz áll, tehát szepszisben vagy anafilaxiában, anafilaktikus reakció kapcsán pedig az RO2 fog lezuhanni. Tehát ez végül is a sok, és hozzátenném a mai értelmezésben, tehát a 2020-as évek tankönyvi értelmezésében történő megközelítése, tradicionális definíciója. Lássuk tehát, hogy hogyan jutott oda a tudomány, az orvostudomány, hogy ezt a képletet elő tudjuk, vagy elő lehetett állítani. A történet 1740-ben kezdődik, pontosabban egy kicsit később került a köztudatba, mert 1740-ben Henri-François Ledran, egy francia hadisebész, írt egy könyvet, amit nagyon gyorsan lefordítottak angolra, és a francia kifejezések angol átfordítását használja ma a világ. Hozzá kell azt is tenni, hogy Ledran már a mai jelenlegi értelmében használta a sok szót, a sok kifejezést, ugyanakkor az angol átfordítása, tehát a szó sok értelmében való megjelenítése mögött egyenlőre, tehát a 18. század legvégéig lényegében csak az idegrendszeri kapcsolatot feltételezték. Tehát az 1740-es években elkezdődő történet, látni fogjuk a következő néhány ábrán, több lépésen keresztül jutott el odáig, hogy a ma valószínűleg az orvostudomány legnívósabb szaklapjában egy olyan összefoglaló közlemény kapcsán keringési sokként jelenik meg egy olyan formában, ahogy már ma mindannyian az orvostudományban ismerjük. Tehát a sok és az idegrendszer
kapcsolata volt az első, mégpedig háborús sérülések következtében fellépő reakció kapcsán. A következő lépés, ezt rögtön hozzá kell tenni, hogy minden egyes tovább lépés lényegében a háborúk tettek lehetővé, katonai sebészek, katonaorvosok és a háborút megélt orvos, tudósok, kutatók vitték tovább az úton ezt a folyamatot egészen odáig, amíg a mechanizmust a mai értelemben meg lehetett ismerni. Tehát a következő kiemelkedő kutató Guthrie volt, aki az idegrendszer mellett a keringés érintettségét is egyértelműen tisztázta. A spanyol függetlenségi háborúban szerzett tapasztalatai kapcsán írott könyvében írja elsőként ennek az összefüggésnek a leglényegét. Hozzá kell azt is tenni, hogy Guthrie kiemelkedő személyisége volt az angol orvostudománynak, nem csak a sebészet területén, hanem a szemészet területén is maradandót alkotott. Ő volt a brit oftalmológiai szemészeti társaságnak az egyik megalapítója. A következő nagy lépés egy újabb háború, a spanyol-amerikai háború kapcsán következett be. Az amerikai hadügyminiszternek írt összefoglaló jelentésében a háborús eseményekről, az orvosi hátteréről beszámoló összefoglaló említi először azt az összefüggést, hogy sokk és fertőzés, az a szepszis együttesen is előfordulhat, tehát ennek a szeptikus reakciónak egy jelentékeny része tulajdonképpen azonos a sokk kapcsán észlelt jelekkel, tünetekkel, szindrómával. Tehát a spanyol-amerikai háború meghozta azt az összefüggést, hogy a sokk és a szepszis együttesen is előfordulhat. Ezt természetesen követni kezdték az orvosi kutatások is. Az orvostudományi sokkutatások legelső kiemelkedő szereplője George Cry volt, egy amerikai sebész, aki elsőként kezdett el ezen a területen igazi, úgynevezett kísérletes sebészeti vizsgálatokat folytatni. Ő mutatta ki valószínűleg elsőként, hogy a háttérben, ebben a bizonyos sokkos keringési reakcióban döntő szerepet játszanak olyan érreakciók, amelyek részben ér összehúzódásokon, részben pedig ér kitágulásokon, kontrakción, dilatáción fognak alapulni. Tehát az érreakciók, érösszehúzódások jelentőségét, sérüléseket követően elsőként George Cry tisztázta. Hozzá kell azt is tenni, hogy valószínűleg ő volt az első, aki direkt transfúziót hajtott végre betegeken, tehát ő egy, megint egy, azt gondolom, elfelejtett, kiemelkedő óriása az orvostudománynak, hasonlóan majd néhány további kiemelkedő személyiséghez. Jött az első világháború, és az első világháborúban a brit-amerikai közös bizottság, itt olvasható az összetétele, két élettanász csillag, Cannon és Bayliss vezetésével összeállítottak egy jelentést, amiben az szerepel, hogy döntő szerepe lehet úgynevezett toxinoknak. Leírtak egy olyan állapotot, amit a sebesülések, a sérülések kapcsán lehetett észlelni, ezt elnevezték wound shocknak, vagy seb shocknak, most ez egy nagyon furcsán lefordítható kifejezés, és ezt megállapítást nyert, hogy ez teljes mértékben eltér a vérzéseket követő sokkos állapottól. Ma már tudjuk, hogy ezek a toxinok, ezek tulajdonképpen közvetítő molekulák, citokinek, mediátorok, olyasfajta hírvivő anyagok, amelyek a sérülés egyik pontjáról átviszik a másik pontra, vagy éppen a szervezet távolabbi részébe azokat a jeleket, amelyek a végén ezt a bizonyos sokkos állapotot nyilvánvalóvá fogják tenni. Tehát az első világháború a toxinok szerepének a megismerésével járt együtt. Ebben pedig, tehát Bayliss, az élettan egyik kiemelkedő személyisége, tankönyvi fejezetek szólnak a mai napig az ő munkásságáról, volt a meghatározó személyiség. A világháborút követő évek lényegében egy nagy felismerést hoztak, ez pedig a 19. századi homeosztázis elméletnek a továbbfejlesztése volt. Claude Bernard, francia tudóshoz köthető az elmélet alapjainak a megfogalmazása lett, tevése, és ezt továbbfejlesztette Cannon, akit ma megint csak az élettan könyvekre utalok, a Cannon-féle vészreakció kapcsán lehet főképp ismerni, de természetesen a bélműködések szabályozása kapcsán is nagyon sok jelentős felismerés köthető az ő tevékenységéhez. Tehát Walter Cannon, az Egyesült Államok egyik kiemelkedő kutatója, ebben a bizonyos 1926-ban közzétett művében írta le először az, hogy a homeosztázis megbomlása, tehát ez az élettani egyensúly a szervezet különböző
ekkor már tudjuk, hormonális rendszerei között, és a vészreakció, ami nem más, mint a mellékveséből kiáramló hormonok által közvetített menekülési reakció, jelentős szerepet játszhat a sokkos keringési válaszban is. Ezután egy újabb csillag jelent meg ezen a területen. Ez a csillag a szívsebészet megalapítója, lényegében a nyitott szívműtétek bevezetése, egy olyasfajta lépés megtétele ezen a területen, ami azt megelőzően teljes mértékben elképzelhetetlen volt, Alfred Blalock munkásságához köthető. Blalock a Johns Hopkins, azaz a Baltimore-i egyik vezető Egyesült Államokbeli kórháznak, klinikának volt a vezető sebésze, és a szívsebészet területén végzett munkáit most nagyon röviden azért mégiscsak megemlítem. Ő egy gyermek kardiológussal, Helen Tausiggal együtt dolgozva kidolgozta a ma Blalock-Tausig néven ismert műtéti eljárást. Akkoriban ez egy világszenzáció volt. Hozzá kell rögtön tenni, hogy egy Vivian Thomas nevű műtős segéd volt a harmadik, akit nagyon gyakran kihagynak ebből a névsorból. Tehát a Blalock-Tausig műtét az nem volt más, mint a falló tetralógia névre hallgató veleszületett szívrendellenségi hibának a megoldása, úgynevezett Blue Baby, a kék gyermek, kék csecsemő szindrómának az első megoldható műtéti technikáját Alfred Blalock Tausiggal és Vivian Thomas-szal együtt dolgozta ki. A sok területén ugyanakkor az ő munkásságához köthető az úgynevezett klinikai kategóriák megállapítása. Ő ötféle sokkos állapotot különített el, hematogén, neurogén, vazogén, kardiogén és egy egyéb nem osztályozható kategóriát. Rögtön hozzá kell tenni, hogy ez folyamatosan azóta is megtalálja a helyét a különböző évtizedek magyar és európai és világszerte használt tankönyveiben. A legutolsó tankönyvi ötös koncepció nagyon hasonló ehhez, hipovolémiás, centrális, elzáródásos, eloszlási vagy endokrin sokkos állapotokat lehet megkülönböztetni egymástól klinikailag, vagy legalábbis tankönyvileg. A következő nagy etap, következő nagy lépés ezen az úton a második világháború. A második világháborúban ezen a fényképen két szereplő látható, mind a ketten a Harvard Egyetem professzorai, az egyikük Edward Churchill, a másik Judah Faulkman. Edward Churchill nevéhez egy nagyon lényegi felismerés köthető, nevezetesen, hogy a vérzéses sokkot teljes vérrel kell kezelni. Ezt megelőzően vérplazmával és más egyéb pótszerekkel, például sóoldatokkal próbálkoztak. Az, hogy mekkora nagy szükség van, és különösen a harctéri állapotokban megsérült katonák kezelése kapcsán teljes vérre, ekkor lett nyilvánvaló. Edward Churchill volt az, aki a szövetségesek vérellátását, a vérpótlást, az egész regionális rendszert lényegében a mai formájában kidolgozta, és hogy mekkora feladatot jelentett ez, arra talán itt egy példa, ez jelenti egy katona vérigényét, körülbelül ennyi vér kering ma egy felnőtt férfi emberben. Mellette Judah Faulkman, aki az ér újdon képződést, az angiogenezist fedezte fel, az ő munkássága nyomán az angiogenezis gátlószerek, a tumor angiogenezis gátlószerek egész családja került ezt követően majd éveken keresztül történő kifejlesztést követően gyógyszertári forgalomba. Tehát mind a ketten hozzájárultak ahhoz, hogy a kezelési alapelvek a mai formájukban, legalábbis a vérzéses sok esetében ma a klinikusok rendelkezésére álljanak. Koreai háború, újabb felismerések. A következő felismerés Michael Debakey nevéhez, szintén egy világhírű szívsebész nevéhez köthető, ez pedig nem más, mint az időfaktor szerepének a felismerése. Ez egy rendkívüli tényező, minél gyorsabban kerül kezelési lehetőség közelébe a sokkos beteg, annál nagyobb az esélye a túlélésre. Ez a ma már teljesen triviális, közhelynek számító, ható felismerés, ez akkoriban került felismerésre, tehát ezt meg kellett fogalmazni. A MESH, tehát amit a Robert Altman film kapcsán a bevezetőben láttunk, a koncepció, sebészi, igazi orvostudomány koncepció megfogalmazása
Michael Döbéki nevéhez köthető. Hasonlóképpen a triázs, amit ma is alkalmaznak a COVID-helyzet kapcsán, a különböző sürgőségi kategóriák felállítása, a színkódok bevezetése, ez itt történt meg először. És hogy mennyire fontos az időfaktor, arra itt van egy példa, egy egyszerű statisztika. Az első, a második világháború és a koreai háború ellátási időtartamai és a mortalitás közötti nagyon szoros összefüggés. Lehet látni, hogy felére csökkent az idő csökkentésével a halálozás a katonai populációban a koreai háború végeztével. Most már nem is kell ismételni egy újabb előrelépés fontosságát, ez pedig a vietnámi háború. A vietnámi háborúban történt elsőként az itt látható betűszavaknak az összeállítása. Ekkor került felismerésre az, hogy vannak olyan szervek, amelyek kitüntetetten reagálnak a sokkos keringési állapotban. Ilyenek például a tüdő. És a tüdő kapcsán ekkor került leírásra elsőként az ARDS-nek nevezett szindróma, azaz a felnőttkori respirációs disztressz szindróma, ami a mai pandémia kapcsán külön jelentőséget kapott ismét. Hasonlóképpen ekkor került, tehát a vietnámi háború kapcsán került elsőként leírásra a disszeminált intravaszkuláris koaguláció és koagulópátiának a jelentősége, vagy a többszörös szervkárosodás, tehát ami a mai szeptikus, intenzív osztályos ellátás alapköve, az összes hasonló betűszó, az valószínűleg a háttérben dolgozó Robert Hardaway munkásságával függ össze. Hardaway katonai tábornok orvos volt a vietnámi háborúban, nagyon háttérbe szorult, nagyon kevés publikációban szerepel, de nagyon lényeges szerepet játszott, főleg ezeken a területeken, de még más egyéb területen is a sok összképének összeállításában. És hát elérkeztünk Magyarországra, azért nem szabad elfeledkezni arról, hogy Magyarországon és különösen Szegeden a sok kutatás egyik alapvető bázisa jött létre 60-as, 70-es években, Petri Gábor professzor irányításával, aki a nevét adta, nevét viseli az új klinikai tömb itt a pár száz méterre távolabbi területen. Petri Gábor volt az első, aki a sok kutatás tudományos sebészi pontossággal, precizitással elindította itt az egyetemen, illetve az orvoskaron, és meg kell említeni az ő tanszéki utódát, Nagy Sándor professzort, aki PhD dolgozatát is ezen a területen írta, a hemorrágiás sok és még sok más egyéb rendszer kapcsolatával, alapvető felismerésekkel gazdagítva, vazokonstriktor, vazodilatátor reakciók tisztázásával ezen a területen az összképet. És hát eljutottunk a mai naphoz. Tehát 2020-at, ha elértük, akkor ki lehet azt jelenteni, hogy tulajdonképpen az összkép azért összeállt. Vannak olyan részek, amelyek teljesen világosan itt vannak előttünk. Egy sokkos beteg, ma már tudjuk, hogy nem csak az idegrendszer, nem csak a keringési rendszer, nem csak a szeptikus reakciók következtében jut egy olyan állapotba, amiben az intenzív osztályon találkoznak vele az orvosok. Ugyanakkor a részletek rendkívül homályosak. Ma is ugyanúgy meghalnak azok a betegek, akik későn kerülnek ellátásra, mint akár 10-20-100-200 évvel ezelőtt. Tehát vannak olyan részletek a mechanizmusban, a kortamban, amelyek egyáltalán nem ismertek. És hogy visszatérjünk az elsőként említett alapvető összefoglaló közleményre, amit ezen a területen Jean-Louis Vincent és de Becker professzorok munkája, az ott olvasható alaposan kihangsúlyozott és kétszer is aláhúzott részekre. Ezek hátterében, és most fogunk elérkezni az előadás második részéhez, nagyon-nagyon valószínű, hogy a mikrokeringés és a mikrokeringési elégtelenség szerepel, és annak a szerepét kellene a továbbiakban megismerni, tisztázni. Tehát mi is ez a bizonyos mikrokeringés? A mikrokeringést nem lehet olyan egyértelműen definiálni, mint a sokkot. Hozzá kell azt is tenni, hogy a sokkot sem lehet egyértelműen definiálni. Mégis anatómiai szempontból arteriolák, tehát kicsiny arteriolákból, kicsiny kapillárisokból, hajszálerekből, majd ezt követően az összegyűjtő apró erekből, posztkapilláris venulákból áll. Meg kell különböztetni természetesen a tüdő, vagy a periféria, a kis vagy a nagyvérkör
mikrokeringését, és általában a mikrokeringésen a nagy vérkör, tehát a belső légzés, a belső gázcsere helyszínét érthetjük mikrokeringési rendszer alatt. És hogy egy angol kifejezést hozzak ide megint csak mottóként, valószínűleg ez a legjobban összefoglaló kifejezés, ez az a terület, ahol a kardiovaszkuláris rendszer piacáról beszélhetünk, ahol a csere, ahol a leginkább élettani és kortani szempontból fontos folyamatok zajlanak. A szállító és a felhasználó rendszer közötti kapcsolat helyszínéről van tehát szó. Hogyan lehetett megismerni a mikrokeringést? Erre az itt látható ábra szolgáltat néhány adatot. És tulajdonképpen arról van szó, hogy 100 év alatt eljutott a technika, az orvostudomány egy olyan szintre, ami végül 1999-ben itt látható az első olyan készülék, ami lehetővé tette, hogy az emberi mikrokeringést klinikai körülmények között meg lehessen figyelni. Az első lépés egy fluoreszcens mikroszkópos technika kidolgozása volt, majd ezt követően lépéseken keresztül eljutottunk odáig, hogy ezt a technikát, ezt az eszközt intravitális, azaz élőben történő megfigyelésekre alkalmas mikroszkópnak lehessen tartani. Ez a bizonyos készülék, ez egyébként az első és az intézetünkben a mai napig működő prototípusa ennek a rendszernek, tette azt lehetővé, hogy a nyelvgyök alá helyezett kicsiny vizsgáló fejjel élő körülmények között lehet az emberi vagy kísérletes körülmények között a kísérletes állat mikrokeringését megfigyelni, és azokat a reakciókat, amelyeket majd látni fogjuk, a sok kapcsán is fontosnak tarthatunk, lehessen számszerűsíteni, megismerni, feltérképezni. Az első ábrán már utaltam arra, hogy néhány óriásnak a munkáját fogom ezen a területen is említeni. Tehát 100 évvel ezelőtt kapta Nobel-díját August Crowe, dán kutató, mégpedig azért, mert a vázizmok mikrokeringési mechanizmusát, amelyek a nagyobb működés kapcsán jóval több oxigént igényelnek, és ezért kinyitották a kapillárisaikat, és jóval több vért tudtak akkor ebben az állapotban az izmok perfundálni egy bizonyos adott szöveti egységen. Tehát ennek a felismerésnek a hátterében álló munkásságáért kapta a Nobel-díjat August Crowe, mégpedig 1920-ban. A másik kiemelkedő személyiség ezen a területen Benjamin Zweifach, ő a San Diego-i Egyetem nagyon nehéz lefordítani, de bioengineering, biomérnöki karának volt a vezetője, és a mikroszkópos intravitális technikának az egyik alapvető, fontos úttörő munkásságát az ő laboratóriumában végezték. Tehát az anatómia és a hozzátartozó további élettani anatómiai részletek kidolgozása Benjamin Zweifach nevéhez köthető. Ő írta le elsőként az arteriola, a venula közötti kapilláris hálózatot, az ő munkássága nyomán lehetett az összekötő csatornák jelentőségét megismerni, és azoknak a kicsiny sima izom struktúráknak, amelyeket prékapilláris szfinktereknek, prékapilláris szűkítő mechanizmusoknak ismerünk ma, a funkcióját, a jelentőségét megismerni. Hozzá kell azt is tenni, hogy nagyon sok esetben ezeket a felfedezéseket, felismeréseket már meghaladta az idő, de nagy általánosságokban ezek a mai napig érvényesnek tarthatók, tehát a kapilláris hálózat, a kapilláris működésnek az alapja lényegében a két itt bemutatott tudós nevéhez köthető. A mikrokeringés esetén egy nagyon lényeges további információra van szükség, hogy különösen a sokkal való kapcsolatát világossá tegyük, ez pedig a heterogenitás. Bármilyen furcsa is, nincs két egyforma endotélsejt. Az endotélsejt más és más a szívben, a tüdőben, az agyban, a bélrendszerben vagy az izmokban. Ezek a sejtek csak látszólag egyformák. A felszínükön olyan receptorok, olyan kapcsolatra képes fehérje struktúrák találhatók, amelyek egyedivé varázsolják őket. Tehát nincs két egyforma ereinket bélelő sejt, és ennek a felismerése Hal Flory munkásságához is köthető, aki nem ezért kapta a Nobel-díjat, ő Flory, Chain és Fleming hármas sorba tartozik, tehát a penicillin felfedezéséért kapták 1945-ben a Nobel-díjat. Ugyanakkor Lord Flory, aki egyébként később a királyi társaság, tehát a Royal Society elnöke is lett,
alapvetően korboncnok volt, ausztráliai gyökerekkel, az Egyesült Királyságban dolgozva, állapította meg 1966-ban az itt olvasható mondat alapján, hogy nincs két egyforma, ahogy az előbb említettem, endotélius, egy nagyon heterogén struktúráról van szó, anatómiailag, és feltételezte azt is, hogy a funkciójuk is más és más lehet egyes keringési régióktól függően. Emögött anatómiai és élettani okok is felismerhetők. Elsősorban nem csak a maguk a sejtek, hanem a sejtekből felépülő struktúrák, tehát az erek is rendkívül heterogén módon fognak majd viselkedni. Soros és párhuzamos struktúrák léteznek a szervezetben, kollaterálisok, kiegészítő rendszerek fognak működni, a nyomásviszonyok döntően befolyásolják az erekben levő nyomásviszonyokat, és azon kívül olyan nagyon speciális struktúrák, mint a vesében, például a vesében, de a vékonybélben is működő úgynevezett ellenáramú keringési rendszerek, ezt a heterogenitást anatómiai szempontból tovább fokozzák. Az élettani élreakciók is ide tartoznak. Mindenki tudja azt, hogy egy alapos étkezés, vagy egy szubmaximális fizikai terhelés futás után hogyan, mint változnak meg bizonyos szerveink keringési viszonyai. Na most ezt ugyanúgy le lehet képezni a makrovilágból a mikrovilág felé haladva, tehát élettani élreakciók beleértve a cirkadián variabilitást és egyéb oszcilláló mechanizmusok kapcsán az egész egy rendkívül heterogén végeredményt fog majd adni nekünk. Hogy ezt a valóságban is bemutassuk, a szimulált valóságban, arra én most a vékonybél egyik meghatározó struktúráját hoztam ide példaként. Itt van egy vékonybél keresztmetszete, ez a beáramló, egy artéria, ez itt egy kiáramló rész, itt ez a piros és a kék részek fogják ugyanezt szemléltetni, körkörös és hosszant izomzat burkolja azokat a struktúrákat, amelyeknek itt van a keresztmetszeti képe, azaz a villusokat, a bélbolyhokat. A szubmukóza arteriolája, tehát az SA-ra rövidített struktúra lead ágakat, soros és párhuzamos rendszereket, lap szerint és függőleges irányba is haladva, másodrangú, harmadrangú, negyedrangú, majd ezt követően egy perfundáló arteriola elviszi a vérkeringést egészen a villus boholy csúcsáig. Ott leadja az oxigént az eritrocita, a vörösvértest, és az deoxigenált vörösvértest elindul visszafelé, és egy olyan utat tud bejárni, amin hasonlóképpen, mint ahogy itt lehet látni, többféle variációban, több irányba indulhatnak el a sejtek. Lássuk, hogy hogy is történik mindez. Itt van például az alapvetően lehetséges verzió, megtörténik a gázcsere, és utána a szubmukóza, tehát a kötőszöveti rétegben megjelenik az a bizonyos eritrocita. De van egy újabb eritrocita, ami teljesen más irányba mehet. Vagy egy újabb, ami egy harmadik, negyedik, akárhány irány feltételezhető, lényegében végtelen variációban képes egy-egy ilyen sejt oxigén és leadást, illetve felvételt elvégezni. Eljutottunk tehát az utolsó ponthoz, ez pedig a kapcsolat a sokk és a mikrokeringés között, és ahogy említettem, egy új fogalmat, a hemodinamikai koherenciát kell itt tisztázni. Ez egy valóban nagyon új fogalom, 2015-ben fogalmazták meg, mégpedig Kan İnce, egy török származású amszterdami tudós, kutató, intenzív terápiás orvos. Az ő definícióját kölcsönvéve a következőképpen tulajdonképpen egyfajta fordított definíciót lehet adni ennek a fogalomnak. Akkor beszélhetünk funkcionális kapcsolatról, amikor a centrális, a makrohemodinamikai rendszerek és a mikrohemodinamikai rendszerek közötti kapcsolat teljesen tökéletesen fennáll. A makro-mikrokeringés közötti funkcionális kapcsoltság egy olyan állapot, ahol a szisztémás, tehát a centrum hemodinamikai változók befolyásolását célzó eljárásokkal hatékonyan lehet korrigálni a mikrokeringési eltéréseket. Ez az alapja a kapcsoltságnak, ennek a koherenciának a leglényege. Ez a perfúziót, tehát a véráramlást és az oxigén szállítást egyaránt érinti, és így ezzel a koherenciával, ezzel a kapcsoltsággal a sejtek
működhetnek, és működésükkel támogatni tudják a szervek, és végső sorban, tehát végeredményeképpen a szervezet működését. Az inkoherencia, tehát amikor megváltozik ennek a kapcsoltságnak az állapota, több okból következhet be. Egyrészt ez a bizonyos heterogenitása a mikrokeringésnek továbbfokozódik, az élettaniból kórtani, kóros heterogenitás fog kialakulni. A vazokonstrikció, tehát az ér szűkössége, tágassága közötti összefüggés a mikrokeringéssel, ami a következő ábrákon majd látni lehet, döntően befolyásolja egy terület mikrokeringési állapotát, megváltozik, vagy a prékapilláris, vagy a posztkapilláris területen nyomásfokozódás következik be, vörösvértestvesztés, hemodilúció, vagy pedig a sejt-sejt közötti kapcsolat megszűnik, és a kapilláris permeabilitás fokozódása kapcsán ödéma következik be, ez mind-mind a koherencia elvesztését fogja jelenteni. Térjünk rá tehát akkor az egyes összetevőkre. A sok mikrokeringési következménye elsőképpen tehát az inkoherencia összetevői között a mikroér átmérő változása lehet. Egy olyan vazokonstriktív válasz következik be, ahol a prékapilláris szfinkterek, amiket az előbbiekben Zweifach munkássága kapcsán már említettünk, összehúzódnak. Ez az összehúzott simaizom elzárja a kapillárisokat, és hatalmas területek ki fognak esni a perfúzióból. Tehát nagy iszkémiás, vértelen területek jönnek létre. Akkor is problémát fogunk találni, hogyha ez a szűkítés egy bizonyos időn túl fog megszűnni, akkor a vazodilatáció kapcsán ezekbe a korábban elzárt területekbe visszaáramlik a vér, és egy hatalmas vérmennyiség, a vérvolumen egy jelentékeny százaléka tulajdonképpen a kapilláris területen pangó, stagnáló területet fog jelenteni. Ki fog záródni a keringésből. Következő nagy összetevője az inkoherenciának, ahogy említettem, a sejt-sejt közötti kapcsolatok megváltozása. Ez egy progresszív aktivációt jelent. Olyan molekulák, amiket az endotél sejt kapcsán említettem, jelennek meg a felszínen, a sejtek felszínén, ami a keringő vér összetevőit, például a leukocitákat összekötik a sejtekkel. Ez egyrészt a szelektinek, tehát az első lépés egy olyan protein struktúrának a megjelenése, ami egy szelektinek nevezett fehérje expressziójával jár együtt, lelassítják a véráramban oda áramló leukocitákat, fehérvérsejteket, ezek görögni kezdenek, rollingnak nevezett jelenséget fognak mutatni. Ezt követően megjelennek az integrinek, szilárdá válik a kapcsolat, és a harmadik lépésben ezek a sejtek átvándorolnak a kapilláris téren keresztül, megjelennek a szövetközti térben. Egy intravitális videomikroszkópos képet hoztam ide. Itt látható a posztkapilláris venula, mellette egy arteriola, és itt pedig a gördülő polimorfonukleáris, tehát fehérvérsejtek láthatók. És egy olyan animációval, ami mindezt leírja, egy kicsit életszerűbbé is lehet tenni természetesen ennek a reakciónak az egyes lépéseit. Az endoteliális és a szöveti kemoattraktív mediátorok, azok a toxinok, amikről a korábbiakban szó esett, vagy citokinek, hírvívő molekulák, végül olyan gördülő mozgásra kényszerítik a leukocitákat, amelyek ezt követően lelassulnak, és át tudnak vándorolni a szövetközti térbe, és itt, ahogy a intravitális videomikroszkópos kép is mutatja, egyik a másik után átvándorol, és megjelenik, mint egy gyulladásos reakció alapvető formája a perikapilláris térben. A következő nagy probléma a heterogenitás kapcsán, a fokozódó heterogenitás kapcsán, hogy az oxigén dinamikája, ez a bizonyos VO2-DO2 arány, amiről szó volt, alapvetően megváltozik. Néhány számot hozva konkrét kimeneti lehetőségeket lehet itt látni. A homogén mikrokeringést a következő jellemzi, például egy élettani helyzetet alapul véve 60 ml per perc a kiinduló oxigén mennyiség, ami beáramlik egy szöveti térbe, ami elhagyja 36, tehát 24 milliliter per perc, 4 érre számolva 4x24, 96 milliliter per perc, az a VO2, az a felhasználás, ami ebben a pillanatban lehetséges a szövetek számára. Ez a felhasználás, ez a 36 milliliter per perces vénás oxigén koncentráció,
hogyha százalékosan megadjuk, akkor kb. 60%-os oxigén telítettséget jelent a vénás oldalon. Mi történik akkor, hogyha csökken, de homogén módon csökken a perfúzió? A végeredmény itt látható, változatlanul fent lehet tartani ezt a bizonyos VO2-96-os értéket, annak az árán, hogy a vénás oldalon az oxigén telítettség lecsökkent, ettől még teljes mértékben normálisan működnek a szövetek. Mi van akkor, hogyha nem 60 ml per perc, hanem kétszer akkora áramlással éri el egy bizonyos kapilláris területet az oxigén, olyan áron, hogy a mellette levő kapillárisban egyáltalán nincs keringés. Tehát 120 és 0, 120 és 0. Ez azt fogja jelenteni, hogy felére fog lecsökkenni a heterogén mikrokeringés kapcsán az oxigén felhasználása, tehát a 96-ról 48-ra fog változni, és a vénás oxigéntelítettség lényegesen magasabb lesz a korábbiakhoz képest. Tehát egy komoly oxigén dinamikai változás következik be a heterogenitás fokozódása kapcsán. És akkor, hogy hogy is néz ki mindez a valóságban? Erre én egy intravitális videomikroszkópos felvételt hoztam. Azzal a technikával készült, amit a korábbiakban említettem, tehát egy OPS, ortogonális polarizációs spektrális képalkotást alkalmaztunk ennek a felvételnek az elkészítése kapcsán. Itt meg kell, hogy említsem, hogy Szabó Andrea tanárnő laboratóriumában készültek ezek a felvételek, és egy vékonybél villus látható majd, illetve villusok, ahogy a csökkenő vérnyomás, tehát egy vérzéses sok kapcsán a heterogenitás megjelenik a mikrovilágban, arra azt gondolom, hogy egy ilyen ábra, egy vagy felvétel, egy ilyen videó szekvencia egyértelmű vizuális magyarázatot fog adni. Tehát itt láthatók a vékonybél villusok, egy-egy epitélsejt, és itt vannak pedig a kapillárisok, amelyekről a áttekintő átnézeti ábrán a korábbiakban szó volt, és nagyon szépen látszik az a heterogén keringés, néhány területen megmarad a perfúzió, néhány területen teljesen elvész. Ezt követően, amikor visszaáll a keringés, nagyon érdekes módon ugyanez a heterogenitás figyelhető meg, tehát nem fog meggyógyulni a mikrokeringési rendszer. A reszuszitáció kapcsán ugyanúgy megmaradnak a nem perfundált területek néhány esetben. Néhány esetben nagyon gyors áramlás észlelhető, de néhány esetben alig-alig mozognak az eritrociták, a vörösvértestek. Tehát a mikrokeringési következmények egyértelműek, a heterogenitás megnő, és ez a heterogenitás fog az inkoherencia megjelenéséhez vezetni. Ha tovább visszük a folyamatot a mikrovilág következő szintjére, a sejteken belüli hipoxiára, tehát abba az állapotba próbálunk belelátni, ami az oxigén hiányában kialakul a sejtben, akkor ezt fogjuk valószínűleg találni. Az oxigén folyamatosan csökken, az épp sejtek hipoxiássá, dizoxiássá válnak, ez egyelőre egy reverzibilis zavart fog jelenteni számukra. Ugyanakkor, hogyha folytatódik ez a folyamat, akkor a károsodás irreverzibilissé, visszafordíthatatlanná válik. Ezt követően ezek a reverzibilis zavarok tovább terjednek a mitokondriumok szintjére. A mitokondriumok azok a struktúrák, amelyek energiával látják el a sejtet. Normális épp körülmények között az oxigén jelenléte jelenti azt a folyamatot, aminek a végén a nagy energiájú foszfátok, az ATP képzése megvalósul, mégpedig a légzési lánc segítségével. Ezen a légzési láncon végighaladnak az elektronok, és a végén ATP molekulát fognak eredményezni a folyamatok. Abban az esetben, hogyha az oxidatív foszforilációnak nevezett folyamat megáll, mert nincs elég oxigén, akkor a redukció, a redukáló ekvivalensek, mégpedig a nikotin, amid dinukleotid fog felszaporodni, tehát NADH képződés nem tud tovább lépni az oxidatív foszforiláció irányába, és ezzel intracellulális NADH emelkedést fogunk észlelni ezekben a mitokondriumokban. Ezeknek a reduktív ekvivalenseknek a megjelenése, más szóval úgynevezett reduktív stressz állapotot fog jelenteni a sejt számára, és ez a reduktív stressz állapot úgynevezett transport vagy raktárfehérjékből szabad fémionokat fog kivonzani, kiredukálni, tehát szabad fémionok fognak megjelenni a mitokondrium mátrixában. Mi történik akkor, hogyha visszaáll az oxigén kínálat, tehát újra helyreállítjuk az oxigén kínálatot a mitokondriumok felé?
megjelenik az oxigén, a reverzibilis zavarból az épp irányba tolódó folyamatok fognak megindulni. Természetesen lesznek olyan sejtek, amelyek irreverzibilisen károsodnak. Hogy mi ennek az oka? Ennek az az oka, hogy az oxidatív foszforiláció immáron lehetséges ezekben a sejtekben. Helyreállt a légzési lánc a mitokondriumok membránjában. Ugyanakkor az oxigén jelenléte az előző pillanatban megjelent redox aktív fémionokkal való összekapcsolódás mechanizmus következtében úgynevezett reaktív oxigén intermediereket, tehát oxidatív stressz összetevő molekulákat, molekula részeket fog generálni. Tehát ez a folyamat lényegében egy oxidoreduktív stressz állapotot fog eredményezni. Ennek a hátterében tehát az oxigén időleges hiánya, majd visszaállása fedezhető fel. Hogy ez konkrétan hogy is valósul meg? Arra itt egy példa, tehát itt a NADH képződés látszik a Krebs-Szentgyörgyi ciklus egyik döntő elemeként, itt pedig a mitokondrium membrán egyes elemei, egyes komplex, kettes, hármas, négyes, majd a végén a ATP szintáz enzim áttekintő képe látszik, és hogyha elindítjuk ezt a folyamatot, akkor az lehet a végeredménye, hogy az elektronok továbbításával az ADP-ből a végén ATP fog képződni, protonok fognak meghajtani egy mikromotort, azaz az ATP szintázt, az ötös komplexet, és a végén töltés szeparáció kapcsán egy elektromotív erő fogja mindezt a folyamatot kísérni. Abban a pillanatban azonban, ahogy ezek az elektronok elkezdenek kiszivárogni ebből a légzési láncból, reaktív oxigén intermedierek és a szabad fémionok segítségével vagy közreműködésével egy rendkívül reakcióképes oxigén intermedier, egy hidroxilgyök képződik, ami ezt az egész membrán struktúrát alapvetően károsítani fogja. Tehát a mikrokeringési oxidoreduktív stressz végeredményben áttevődik a mitokondriális légzési láncra. És nem csak oda, hanem ez egy makrovilágbeli következménnyel is jár együtt, nevezetesen strukturális károsodásnak lesz a kiinduló pontja. Ez a strukturális károsodás egy egyszerű szövettani vizsgálattal kimutatható. Az előbbiekben bemutatott villusok kontroll helyzetben, kontroll állapotban megfelelő hosszúságúak, szépek, egészségesek. 60 perces oxigénhiány következtében a csúcs elkezd károsodni, szöveti destrukció, szöveti károsodás mutatható ki. Érdekes módon, ha 60 percet ketté vágjuk és 30 perces vértelenségre csökkentjük, de 30 percet reperfundálunk, tehát 30 perc oxigén dús környezetet biztosítunk számukra, a károsodás egy jól mérhető további százalékkal fogja a villusok csúcsát strukturálisan károsítani. Tehát nem csak a vértelenség, hanem az oxigén megjelenése, a reperfúzió is döntően károsítja a szöveteket. És hogyha összefoglaljuk az eddig elmondottakat, akkor a következőt lehet erről a mechanizmusról, a sok kapcsán és a mikrokeringés kapcsán megismert mechanizmusokról és a kettő közötti összefüggésről egy újabb megközelítés szerint állítani. A centrális keringés, a makrohemodinamika, a mikrohemodinamika és a szubcellulális oxigén dinamika között egy koherens kapcsolat létezik. A szívtől eljutunk egészen a mitokondriumok szintjéig. A centrális keringési zavar az nem más, mint a centrális keringés és a makrohemodinamikai réteg közötti kapcsolat döntő zavara. Ez tulajdonképpen a kardiogén okokra visszavezethető sok állapot. A következő szint az a makro és a mikrohemodinamika közötti kapcsolat megbontása. Tehát inkoherencia alakul ki, például volumenvesztés, vérzés kapcsán, és végül a mikrohemodinamika és a szubcelluláris oxigén dinamika közötti kapcsolat megbontása, az, ami a mikrohemodinamikai disztributív okok, a szepszis, anafilaxia kapcsán egyértelműen megjelenik a klinikusi vizsgálószemek számára. Tehát a centrálisból, hogyha eljutunk a sejt szubcelluláris régiójába, folyamatosan a koherencia
a kapcsolat létét kell, hogy feltételezzük, és sokról akkor beszélünk, hogyha ez a koherencia, ez a kapcsolat ezen a bizonyos három szint valamelyikén megbomlik. És hogyha összefoglaljuk a sokkot ez új megközelítés szempontjai alapján tárgyalva, akkor a korábbi, meglehetősen szürke tankönyvi magyarázatot még néhány további szürke ponttal tudjuk kiegészíteni. A sokkot, hogyha új megközelítésben szeretnénk tárgyalni, akkor a következő megállapításokat kell figyelembe venni. Hát egyrészt az, hogy kórokok szerint léteznek tankönyvi osztályok, de ezek a klinikai típusok egyáltalán nem kizárólagosak. Kezelhető, de a terápiás siker még ma is főképpen a korai felismerésen múlik. Végül pedig, hogy a keringési rendszer központi, centrális, makró és mikroszintű elemei és a szubcellulális oxigén dinamika közötti élettani kapcsolat, koherencia átmenetileg megszakadhat, és a szöveti makro- és mikrokeringés akut elégtelensége miatt, most megismételve a korábbi definíciót, az oxigén felhasználása és szállítása kereslet-kínálat közötti egyensúly felborul, és az anyagcsere egyre kiterjedő akadálya, még gyors, normotermiás reoxigenizáció esetében is sejtműködési zavarokhoz, szervkárosodáshoz, végül halálhoz vezethet. Tehát ez a korábbi felismeréshez képest talán egy picivel más, de talán egy picivel a klinikai munkát jobban segítő sok definíciót fog jelenteni. És hogyha egy újabb motóval zárnám az előadást, már pedig ezzel fogom zárni, ami a Mille modis morimur mortalis kiegészítője, tehát hogy 280 év sok kutatásának, klinikai és alapkutatásának mi lehet a célja, valószínűleg az, hogy megjavítsuk azt, aminek a működését megismertük. Tehát ezen munkálkodunk, ezen kell, hogy dolgozzunk tovább. Én azt gondolom, hogy ez a kutatás alapvető célja. És ehhez a kutatáshoz nagyon sokan járulnak hozzá és adnak segítséget, és szeretném most itt megköszönni az ő munkájukat, tehát a Sebészeti Műtéten Intézet minden munkatársának, kutatóknak, dolgozóknak a hozzájárulását az eddigi eredményekhez. És hát nagyon gyorsan itt lesz a karácsony, úgyhogy ezzel a képpel egy bezárva ezeket a gondolatokat, nagyon boldog és nyugodt karácsonyi ünnepeket is szeretnék a hallgatóknak kívánni. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük dr. Boros Mihály előadását, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Széchenyi 2020. Készült a Szegedi Tudományegyetem megbízásából.